Bezár a gyár, befejezi dohányfeldolgozó tevékenységét az ULT Magyarország ZRT Nyíregyházi üzeme. Ezzel a lépéssel közel 200 ember veszíti el a munkáját. Félpályás útlezárás, repedeznek a házak és életveszélyes a közlekedés Kocsort belterületén. A helyiek az M49-es gyorsforgalmi út megépítéséért demonstráltak. Kiváló a minőség, szép a zöldség és a gyümölcs, és egyelőre az árak is megfelelően alakulnak. Ezt mondják a Nyíregyháza környéki termelők és kereskedők. Befejezi dohányfeldolgozó tevékenységét az ULT Magyarország ZRT Nyíregyházi üzeme. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Virginia és Burley dohányok feldolgozását Olaszországba helyezik át, közölte a társaság vezérigazgatója. Ezzel a lépéssel közel 200 ember veszíti el a munkáját. Tavaly a dohány betakarítását követően még nagy üzemben dolgoztak a nyíregyházi dohánygyárban. Kétfajta terméket dolgoztak fel, az idén munkásokkal együtt közel 200-an. Az ULT Magyarország amerikai tulajdonosa úgy döntött, a jövőben ezt a feladatot már nem nálunk végzik. Így a korábbi létszámból alig 10 maradnak a nyíregyházi üzemben. A bezárás és a döntés meghozatát követően megállapodtunk az üzemi tanáccsal, illetve valamennyi érintett dolgozóval a munkaviszony megszüntetésének a feltételeiről és körülményeiről. Gyakorlatilag ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy a 25 fő állandó dolgozóból 20 főtől válunk meg, vagy köszönünk el, és a kiszervezett állandóan foglalkoztatott létszámból szintén egy 20 fő. Tehát így összesen ez egy 40 fő állandó létszámot érint. És ezen kívül nyilván ez a döntés azt is jelenti, hogy a feldolgozási tevékenység megszüntetésével nincs szükség szezonális munkásokra sem. Ez mintegy 150 embernek a további foglalkoztatását lehetetleníti el. A vezérigazgató elmondta, közel 1 millió dollárból oldják meg az elbocsátott munkavállalók végkielégítését. Nyilván az idény munkások számára nem igazán tudtunk és nem tudunk, hisz nincsenek jelen pillanatban szerződéses jogviszonyban velünk, tehát munkaviszonyban velünk, tehát nem tudtunk semmit biztosítani számukra. Az állandó dolgozóknak meg nyilván, amint említettem, megállapodtunk az üzemi tanáccsal, illetve minden egyes munkavállalóval. Ez azt jelenti, hogy mindenki a munkatörvénykönyv szerinti felmondási időt, a kollektív szerződés szerinti végkielégítést, amiről tudni kell azt, hogy kétszeres se a munkatörvénykönyv meghatározottnak, ezen kívül minden állandó dolgozó 3 havitalomnak megfelelő jutalmat kapott, 3 havi fizetésnek megfelelő jutalmat kapott, és azok a dolgozók, akik 2017-ben lettek volna valamilyen szintű törzsgárda címre jogosultak, azoknak ezt az összeget is kifizettük. Az új szervezet szeptember 1-jével kezd működni. A megmaradt létszám a termeltetés integrálását és a leszervezett termések felvásárlását, raktározását fogja bonyolítani. Repedeznek a házak és életveszélyes a közlekedés Kocsort belterületén, ezt mondják a helyiek, akik az M49-es gyorsforgalmi út megépítéséért demonstráltak félpályás útlezárással. A településen a felmérések szerint naponta 13-18 ezer jármű halad át, az elkerülő út ezt a számot csökkenteni jelentősen. Elég volt. Ezzel a szlogennel szerveztek a kocsordiak félpályás útlezárást a 49-es számú főúton, a település belterületén. A néhány autóból álló útakadály mellett rendőrök irányították a forgalmat. A község polgármestere azt mondta, legalább egy évtizedes problémáról van szó, amiből most lett végleg elegük a helyieknek. Elég volt a napi 13-18 ezer autóból, elég volt a veszélyes életkörülményekből, elég volt a balesetekből, elég volt abból, hogy leamortizálódnak a főutainkon lévő épületek, teljes mértékben károkat okoznak, nem lehet közlekedni, a gyermekeink életveszélyes állapotban vannak, és ezek után fel szeretnénk emelni a szavunkat itt Kocsordon, legfőképpen a megyében és egész Magyarország területén, hogy nekünk ebből elég.
A főúton lakók is egyetértettek a demonstrációval. Azt mondják, a forgalom idő előtt tönkreteszi a házaikat, a településen áthaladó autók miatt pedig éjszaka sincs nyugalmuk. A főúton lakom, igen, nagyon meg volt repedve, de most újítottam fel. Le kellett hálóznom kívülről leszigetelni a házat, ablakokat ki kellett cserélni műanyagra, mert falbaknál kezdtem felújítani a házat, és abszolút nem lehetett éjszaka aludni, nem lehet kinyitni az ablakot éjszaka, hogy az ember normális friss levegőbe tudjon éjszakát aludni. A demonstráció alatt hosszú dugók alakultak ki, de a legtöbben nyugodtan várakoztak a tűzőnapon. Egy kocsordi autós azt mondta, őt nem zavarja, hogy várnia kell néhány percet. Sokkal inkább zavarja, hogy még mindig nem épült meg az elkerülő út. Tarthatatlan ez az állapot. Napi 15-18 ezer autó, ez nem lehet élni egyszerűen, nem lehet pihenni. Életveszélyes a kerékpárúton akár sétálni, akár biciklizni. A demonstrálókkal szemben az áthaladók is megértők voltak. Őket a szervezők szórólapokkal világosították fel arról, hogy miért tartják fel a forgalmat. Egy idősebb házaspár szerint már évtizedek óta hatalmas az átmenő forgalom a településen. Ők korábban Kocsordon átjártak Mátészalkára dolgozni. A céllal, a lezárása, a demonstrációval is egyetértünk, mert én itt hosszú évtizeden keresztül jártam be Mátészalkára dolgozni, és itt, ami forgalom van, az rettenetes volt, amikor 17-18 kamion jött velem szembe, míg én mentem Szalkára, vagy ha jöttem hazafel, akkor úgy szintén vissza szembe velem. Úgyhogy ez a forgalom itt, ez rettenetes. A szervezők a demonstrációval azt szeretnék elérni, hogy minél hamarabb elkezdődjön az M49-es gyorsforgalmi út megépítése. Kiváló a hazai zöldség, gyümölcs minősége, és egyelőre az árak is megfelelően alakulnak. Ezt mondják a Nyíregyháza környéki termelők és kereskedők. A dinnyét 100-tól 160 forintig árulják, a fóliás paradicsom kilója 300 forint körül van. Nagy Cserkesz fő utcáján még alig vannak árusok. A helyiek azt mondják, a szabolcsi dinnye mindig késik egy-két hetet a Békés megyeihez képest. A nagy cserkeszi termelők a néhány korán leszületelt dinnye mellett ezért főleg barackot és fóliában termesztett zöldségeket árulnak. Azt mondják, a gyümölcs ára magas, a zöldségé viszont alacsonyabb a korábbi évek átlagaihoz képest. A sárga barack pillanatnyilag elég húzós áron van, még az nem kezdetinek megfelelő, mert még az 3-400 forintos áron van, tehát a befőzési szezonnak még a drága. Az őszi barack, hát az is még elég borsos áron van. A termés az megközelíti a tavalyi terméseket, sárga barack is, az is megfelelő. Paprika, paradicsom szintén, az mondjuk az árfolyama eléggé lent van. Egy vásárló már nyírteleken meséli a stábunknak, hogy bár korábban is vett dinnyét, de az import gyümölcs nem ízlett a családnak. Vettem dinnyét, igen, ezekben a szupermarketekben, mert két gyerek van, de nem nyert el a tetszésünket, de csak a magyar dinnyét vesszük azóta, mióta beérett, kezd beéregetni, úgyhogy azt vesszük. Olá Sándor azt mondja, ilyenkor már a hazai gyümölcs ára sem annyira fontos. Lényegesen jobb, de ilyenkor már az ember nem nagyon az árát nézi, hanem az, hogy finom, meg magyar termék. Nyíregyháza közelében egy termelő azt mondja, egyelőre még nincs szabolcsi dinnye a kereskedőknél, a helyi gyümölcsre még legalább egy-másfél hetet kell várni. Ez még Békés megyei dinnye, lentülre származik. Hát nálunk az árfolyama 140 forint, 139 forint. A várostól távolodva az árak is mérséklődnek. A 41-es számú főúton orost elhagyva már szinte minden kereskedőnél 100 forint alatt van a hazai görög dinnye kilója. Egyszerre van munkaerőpiaci hiány és munkaerőkivándorlás Magyarországon, mivel abból a bérből, amit itthon lehet keresni, nem lehet megélni. Hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Szél Bernadett, az LMP társelnöke. A politikus arra hívta fel a figyelmet, a kormány már abban gondolkodik, hogy külföldről hozna be vendégmunkásokat. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy a bérek rendezése helyett így akarják megoldani a problémát. Alapvető a béremelés, és ezt el kell kezdeni például a közszférában. 8. éve nem emelkednek most már a bérek. A minimálbért adómentessé kell tenni, és csökkenteni kell a rá nehezedő terheket. És összességében azt is látni kell, hogy a béreken Magyarországon nagyon sok teher van. Az Európai Unióban is párját ritkítja az a rendszer, amit itt Magyarországon alkalmazunk. Gyakorlatilag 1 forint bér után a munkáltató 1 forintot bead az államnak is. Így nem lehet a munkaerőpiacot életben tartani.
Halálos vonatbaleset történt kedden késő este Újfehértó és Császárszállás között. Egy Nyíregyháza felé haladó Intercity elgázolt egy férfit, akinél a mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A helyszínen és alatta a szerelvény több órát vesztegelt a vasúti pályán, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Belakták kifutóikat a Nyíregyházi Állatpark legújabb látványosságának állatai. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Egy sikeres kísérlettel zárta az amszterdami Európa-bajnokságot Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető a selejtezőben 58 méter 1 centimétert ért el, és ezzel az eredménnyel nem jutott be a döntőbe. Kerekes László tanítványa hétfőn Székesfehérváron az atlétikai magyar nagydíjon lép dobóállásba. Új szervezeti felépítéssel az utánpótlás nevelésre a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetve folytatja a munkát a Nyíregyháza Tigers. A legutóbb a kiemelt bajnokság elődöntőjébe jutó amerikai futballcsapat július 14-én csütörtökön tartja első toborzóját a régi MG pályán. Belakták kifutóikat a Nyíregyházi Állatpark legújabb látványosságának állatai. A park látogatói körében a különleges hangulatú dél-amerikai állatbemutató a legnépszerűbb az idei szezonban. A vendégek az Andok kalandokban látható jaguárpárt keresik leginkább. A Sóstó projekt részeként csaknem 400 millió forintos állami forrásból felépített épületben és a hozzátartozó függőhidakról, többek között kapucinus majmokat, pápaszemes medvéket, alpakát, lámákat, fekete nyakú hattyúkat, ormányos medvéket és nagymarákat tekinthet meg a közönség. Az Andok kalandokban közös kifutóban látható a tapírmama és szépen cseperedő kicsinye, de itt kaptak helyet a nanduk és a vikunyák is. A park látogatói körében a legnagyobb népszerűségnek a jaguárok örvendenek, a nagymacskákat egy üvegalagúton áthaladva testközelből is megcsodálhatják a park vendégei. Az Andok kalandok legnépszerűbb lakója jaguárjaink, ráadásul nem csak a normál színezetű sárga állatot mutatjuk be fekete foltokkal, hanem a fekete színváltozatot is. A fekete állatunk nőstény, míg a híma sárga színnel rendelkezik, ők egyébként tenyészprogram keretében érkeztek hozzánk. Nagyon várjuk a szaporulatot, hogy milyen lesz a kicsiknek a színezete, azt az ő genetikai állományuk dönti el, tulajdonképpen sárga és fekete színű is lehet majd a leendőkölyök. A Nyíregyházi Állatpark különleges hangulatú dél-amerikai állatbemutatójában a hat kifutót összekötő függőhidakba több száz méter hálót, több ezer méter köteret és acélhúzalt építettek be. A látogatók ezeken lépkedve nézhetik az alattuk élő állatokat. Egy sikeres kísérlettel zárta az amszterdami Európa-bajnokságot Szikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető a selejtezőben 58 méter 1 centimétert ért el, és ezzel az eredménnyel nem jutott be a döntőbe. Kerekes László tanítványa hétfőn Székesfehérváron az atlétikai magyar nagydíjon lép dobóállásba. Két évvel ezelőtt Zürichben érvényes kísérlet nélkül zárta az Európa-bajnokságot Szikszai Róbert, aki Amszterdamban a legkisebb nevezési eredménnyel rendelkezett a 30 versenyzőt számláló mezőnyben. A diszkoszvetés selejtezőjét rendhagyó körülmények között az amszterdami belvárosban a múzeum téren rendezték meg. A 63 méter, 20 cm-es egyéni csúccsal rendelkező junior Európa-bajnok a selejtező második csoportjában lépett dobóállásba. Elsőre biztonságit dobott, majd két érvénytelen kísérlet következett. A 12-es döntőbe jutáshoz 63 méter, 74 cm-es eredmény kellett, így a nyíregyházi fiatalember egyéni legjobbja is kevés lett volna a fináléba kerüléshez. Szikszai ettől függetlenül többet várt magától. Jó formában voltam, úgy érzem, 60 méter fölött dobáltam. Egész évben ezzel az eredménnyel elégedett lettem volna, 60 méter, 58 méter sikerült, ami így nem annyira rossz, de szerettem volna jobban dobni. Nagyon jó hangulat volt, rengeteg néző, ugye azért egy város központban mindenféleképpen jó dolog dobni, és hát nagyon jó mezőn gyűlt össze, mert majdnem 64 méter kellett a döntőbe, úgyhogy az most kicsit messze volt. Kerekes László edző Szikszai amszterdami szereplésében is megpróbálta megtalálni a pozitívumokat. Persze a sajnálja a szakember, hogy tanítványa az év legfontosabb versenyén nem tudta megközelíteni egyéni legjobbját. Mondhatnám azt, hogy előrébb léptünk. Ahhoz, hogy ezt valaki megértse, ahhoz egy-két
konkrét tényt azt azért közelem kellene. Ugye Robi volt ebben a mezőnyben a legfiatalabb, a legkisebb egyéni csúccsal rendelkezett, és ugye az első érvényes dobás után, amit a második selejtező csoportban ért el, már tudtuk azt, hogy 63 méter felett kell teljesíteni ahhoz, hogy tovább kerülhessen, ezért kockáztattunk, és két olyan dobást hajtott végre, ami nem sikerült, de ez azt jelenti, hogy tehát többre is képes lehetett volna, így nagyon rosszul hangzik ez az 58, de teljesen mindegy, hogy 58-al vagy 62-vel esik ki a döntőből, és azért így kockáztattunk, ami nem jött be most. Szikszai Róbert már hétfőn bizonyíthatja, hogy jobb formában van a Hollandiában mutatottnál, ugyanis neves ellenfelek társaságában lép dobóállásba Székesfehérváron a Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíjon. Azt követően a magyar bajnokságon, az országos csapatbajnokságon és a hagyományos szezonzáró nyíregyházi dobógálán lesz lehetősége arra, hogy elérje célját, azaz megjavítsa egyéni legjobbját. Új szervezeti felépítéssel az utánpótlás nevelésre a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetve folytatja a munkát a Nyíregyháza Tigers. A legutóbb a kiemelt bajnokság elődöntőjébe jutó amerikai futballcsapat július 14-én csütörtökön tartja első toborzóját a régi MG pályán. Szépe József úgy megy, hogy marad. A Nyíregyháza Tigers elnöke az elmúlt szezon végén 3 év után lemondott tisztségéről. Munkássága alatt 2 terembajnoki címet és 1 második helyet szereztek a Tigrisek, és a csapat mindháromszor bejutott a kiemelt bajnokság rájátszásába. A klub közgyűlésén a korábbi elnök megerősítette lemondását, viszont továbbra is segíti a csapat munkáját. Le kell vonni a tanulságot az elmúlt 3 évből, és ezért abban maradtunk, hogy megosztjuk a feladatokat. Ez elsődlegesen abból áll, hogy a szakmai részt azt Bora Tamás, Jüri Nahornyak és Pápa Szabolcs fogja vinni, a felkészülés és a nevezés és egyéb dolgokat. Én pedig megmaradok a menedzser és egyéb ilyen kommunikációs funkcióknak az elvégzése mellett, és így felosztva és így levéve a vállamról a terhet, eléggé hatékonynak ígérkezik ez a dolog. Ha nem ez a stáb állt volna össze, én biztosan nem gondolom meg magam, és nem engedek a kísértésnek. A Tigers a jövőben hangsúlyosabban foglalkozik majd az utánpótlás neveléssel, több korosztályban is szeretnének csapatot indítani. Én azt gondolom, hogy elsődleges célunk az utánpótlás nevelés kell, hogy legyen, az U13, U15, U19, és akkor emellett a felnőtt bajnokságok természetesen továbbra is aktuálisak lesznek. Ebben a hónapban, július 14-én csütörtökön 6 órától indul az első toborzó kampányunk, az első nyílt edzésünk idén. A terveink szerint minden hónapban fogunk egyet tartani, egészen októberig bezárólag. Az a célunk, hogy egy olyan érdeklődő bázist alakítsunk ki, akik szívesen kipróbálnák ezt a sportot, főként a fiatalokat várjuk, de természetesen bárki, aki kedvet érez, hogy kipróbálja ennek a focinak a tackle, az ütközős változatát, vagy a flag változatát, ami kicsit non-kontaktabb sportrész. Én azt gondolom, hogy meg kell ismertessük a megyével ezt a sportágat még inkább, és vannak itt tehetségek, akiket szeretettel várunk. A Tigers U19-es csapata szeptemberben kezdi a bajnokságot, 2 hazai és 2 idegenbeli mérkőzést biztosan játszanak majd a nyíregyházi fiatalok. A felnőtt együttes a tervek szerint novemberben pályára lép egy edzőmeccsen, a felkészülés pedig jövő év elején kezdődik. A cél, amennyiben a lehetőségek engedik, továbbra is a kiemelt bajnokságban való szereplés. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Befejezi a dohányfeldolgozó tevékenységet az OLT Magyarország ZRT nyíregyházi üzeme. A Virginia és Burley dohányok feldolgozását Olaszországba helyezik át, közölte a társaság vezérigazgatója. Ezzel a lépéssel közel 200 ember veszíti el a munkáját. Repedeznek a házak és életveszélyes a közlekedés Kocsord belterületén, ezt mondják a helyiek, akik az M49-es gyorsforgalmi út megépítéséért demonstráltak félpályás útlezárással. A településen a felmérések szerint naponta 13-18 ezer jármű halad át, az elkerülő út ezt a számot csökkenteni jelentősen. Kiváló a hazai zöldség és gyümölcs minősége, és egyelőre az árak is megfelelően alakulnak. Ez a Nyíregyháza környéki termelők és kereskedők véleménye. A dinnyét 100-tól 160 forintig árulják, a fóliás paradicsom kilója 300 forint körül van.
A Kölcsei Televízió iradóját látták július 13-án szerdán. Friss hírekkel csütörtök este jelentkezünk, addig is böngészék honlapunkat, ahol további híreket és érdekes tudósításokat találnak. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap lehűlés kezdődik, időjárásunkat egy hideg front alakítja, amely lassan kelet felé halad, sokfelé okoz csapadékot, szélerősödést és véget vet a hőségnek. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor, helyenként heves zivatar is várható. A változó irányú szél időnként megélénkül zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik, reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős időre van kilátás, majd délután csökken a felhőzet, főként a nap első felében várható eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A nyugatias szél megélénkül időnként megerősödik, délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Pénteken hűvös időre számíthatunk, de csak estétől várható eső, a hétvégén sok lesz fölöttünk a felhő és ismét jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás erős szél kíséretében. A hőmérséklet mindössze 20 fok körül alakul, javulás hétfőtől várható, a jövő hét első napjaiban bár a kánikula nem tér vissza, de többnyire napos, száraz időre lehet számítani.